Sziasztok, van egy jó hírem, Facebookon elértük a 10 000 feliratkozót, köszönjük mindenkinek! Úgyhogy ezt ünnepeljük is meg valamivel, méghozzá egy olyan dologgal, amire nagyon régóta vágytatok, és nagyon régóta nem került rá sor. Kísérlettel. Kaptunk a héten egy e-mailt, amely így hangzik. Sziasztok, szia! Jó az új honlapotok, köszönjük. Örülök, hogy vannak rendszeresen tartalmak, igyekszünk. Egy kérdésem lenne, karácsonyra kaptam egy Tesla gömböt, ami nagyon jól néz ki, de azon kívül, hogy az ujjunkhoz vonzuk vele a szikrákat, lehet vele csinálni mást is. Tök jó ez az e-mail, ugyanis nem tudtam, hogy ezt Tesla gömbnek hívják, azt hittem, hogy plazma gömb a neve. Bekapcsolom. Néhány évvel ezelőtt egyébként én is egy plazma gömböt vettem karácsonyra a húgomnak, gondoltam, hogy milyen jó ajándék lesz. Viszont amikor felhívtam most, hogy kölcsönkérjem ehhez a videóhoz, sajnos nem azt válaszolta, hogy persze már is odaadom, hanem azt, hogy azt hiszem megvan valahol, majd előkeresem. Olyannyira Tesla gömbnek hívják, hogy az alapjait Tesla szabadalmaztatta. Az már más kérdés, hogy ezt a formát nem Tesla hozta létre, de azért még mindig jobban hangzik, hogyha Tesla gömbnek hívjuk, mint mondjuk Bill Parker golyójának. Nagy mókamester volt ez a Tesla, szeretett nagy feszültségű, nagy frekvenciás áramokkal kísérletezni, ennek az eredménye lett ez a gömb is lényegében. Itt bemegy a 230, itt pedig kijön a wow hatás. Ezt mondjuk magyarul így nem nagyon mondjuk, hogy wow, de mindegy, értitek, wow. Ebben a kis fekete dobozkában található egy elektromos átalakító, amely a hálózati 50 Hz-es 230 voltból nagy feszültségű, nagy frekvenciás áramot állít elő. A belső üveggömbben valamilyen vezető van elektródgyanánt. Most ezt nem fogom szétszedni, higgyük el, hogy így van. A nagy külső üveggömb pedig valamilyen inertgázzal van megtöltve. Amikor ez a gáz a nagy frekvenciás elektromos erőtérbe kerül, gerjesztődni kezd, ütköznek egymással, ezt hívják ütközési ionizációnak, a nagy energia hatására pedig fény szabadul fel. Tehát lényegében majdnem úgy működik, mint egy kisülési cső. Tesla is valami ilyen néven szabadalmaztatta először. Inert gáz kisülési cső. Azért a Tesla gömb jobban hangzik. Kedves nézőink, 5 kísérlet következik, amelyet a Tesla gömbben lehet elvégezni. Első kísérlet. Hozzáérünk. Ez az a jelenség, amit szinte mindenki ismer ezzel a gömbbel kapcsolatban. Amikor hozzáérünk, mintha egy vastagabb szikra varázslatos módon az ujjunkhoz közelítene, valójában semmi meglepő nincsen rajta. Ha én áram lennék, én is egész biztos a kisebb ellenállású részek felé közlekednék, márpedig az emberi test igen jól vezeti az áramot. A szikra folyamatosan követi az ujjunkat, ami nem csoda. Másik érdekesség viszont, hogy állandóan változtatja az alakját. Ráadásul fel is púposodik, ami annak köszönhető, hogy a meleg gáz felfelé száll, és viszi magával azokat az ionizált részecskéket, amelyek már könnyebben vezetik az áramot. Második kísérlet. Mintha lennének más olyan szerkezetek is, amelyek a nagy frekvenciás elektromos erőtérbe kerülve fényt bocsátanak ki. Ilyen például a fázis ceruzában található glimlámpa. Tegyük csak be a nagy frekvenciás erőtérbe. Gyerekek, hát ez világít! Harmadik kísérlet. De hasonló elven működnek a fénycsövek, vagy az energiatakarékos izzók is. Ez például már rég kiégett, de gáz még van benne. Van egy ötletem. Ding! Ha kiégett az izzótok, csak hordjatok magatokkal egy Tesla gömböt is. Negyedik kísérlet. Ha a váltakozó elektromágneses erőtérbe egy vezetőt helyezünk, akkor abban áram fog indukálódni. Lássuk ennek a hatásait. Látjátok? Elektromos áram keletkezett benne. Mondjuk nem látjátok. Kellene valami megerősítés. Habci, gyere ide a kamera mögül, légy szíves és ülj ide. Habci újabb büdös lett, hát ilyen szaga van az égő proteineknek, és meg is figyelhető rajta egy kis fekete pötty. Elégettük. És végül az ötödik kísérlet. Az elektromos áramnak tehát hőhatása is van, amelyet máshogy is lehet igazolni, mint hogy az operatőrünk kezét égetjük. Nemrég a Hamdi cukrászdában ettem egy somlóit, ami tök finom volt, bár az most nem a reklám helye. Viszont ami ennél is jobb, hogy a számlát hőpapírra nyomtatják. Rá is van írva egyébként a hátuljára, hogy fokozott hőhatástól védeni kell. Persze.
Ha fogok egy hegyes vezetőt, mondjuk a kulcsomat, és a sima alufólia közelébe helyezem, akkor a csúcshatás következtében kisüléseket tudok előidézni. Ha a kettő közé teszem a hőpapírt, akkor akár rajzolni is lehet vele. Tök zsír. A kisülések következtében a légköri oxigénből ózon keletkezik, ami az oxigén legbüdösebb allotróp módosulata. Ezt pedig érezni is lehet. Ha nagyobb teljesítményű lenne a plazma gömböm, akár meg is tudnám gyújtani vele a papírlapot. Azért ne kísérletezzetek ezzel, mert az üveg is felmelegedhet, tehát akár el is törhet és csúnyán megsérülhettek. Nagyon fontos, ha pacemakeretek van, ne játszatok a plazma gömbbel. Ez volt tehát 5 kísérlet, amelyet a plazma gömbbel lehet elvégezni, ezen kívül persze még számtalan lehetséges, úgyhogy írjátok meg nyugodtan a videó alatt kommentben, hogy ti mire használnátok. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, kövessetek minket Facebookon, és hallgassátok a podcastünket. Sziasztok! Júj, hogy néz!